Speedy Lego. Ahol azt játsszuk, hogy összerakjuk magunkat azzá, amik már vagyunk. Szeretettel üdvözlök mindenkit ma. Új dimenzionális színek és csakrák című anyagot fogjuk most átvenni. Michel Elof közvetítette Kutumi anyagát, fordította a Hatejeremessel. Remélem kellően ellazultatok, hallgassuk akkor tovább. Hogy is épül be a szervezetben, a finom testeinkben új dimenzionális színek és csakrák? Kutumi vagyok. A bölcsesség és a szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy elhozzam számotokra a képzelet áldásait, a belső bölcsesség és megértés integrációjának áldásait, üdvözlet szeretteim, és nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűltünk ma össze. Miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén. Szeretteim, az új élet jelenlétében megtartjuk az új kort, amely az aranykor hajnala, elhozva számotokra a lehetőséget, hogy integráljátok a magasabb vibrációkat. Ezek a magasabb vibrációk számos testeteken keresztül kapcsolódnak. A rezgésekhez a testeteknek most hozzá kell szoknia, hogy a magasabb vibrációkat integrálja a csakrikus rendszeren keresztül, kifejezetten a torokcsakrán át, az emberiség érdekében. A bolygószintű tudatosság harmadik központja a torokcsakra. Ez a másik oka, amiért oly sok feldolgozás történik a torokon keresztül, valamint a füleken, az orron, a szemeken, a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigyeken keresztül ilyenkor. Az emberiség most újra megleli az igazságának hangját, a hangot, amelyet eonokon keresztül elfojtottak. Annak érdekében, hogy ez az új energia vibráljon az igazságában, a korlátozás összes elemi részecskéjének fel kell szabadulnia a torokcsakrán keresztül, annak érdekében is, hogy lehetővé tegye a magasabb vibrációkat a harmadik szemnek és koronacsakrának, valamint a szívnek és az alsóbb csakráknak, hogy Isten ilyen kifejezettek legyenek. A kommunikáció egy létfontosságú kulcsa a személyes fejlődéseteket, mert az információ megosztásán és a vibráció közvetítésén keresztül a fényrészecskék áthatolnak a sűrűségen. Biztos vagyok benne, hogy sokan tisztában vagytok a kimondott szó hatalmával, erejével. Minden szó egy vibráció. Ezek a vibrációk vagy építő, haladásszolgáló és pozitív jellegűek, vagy romboló, pusztító természetűek. Ezt a kommunikátor által létrehozott energia minősége határozza meg. Sok hónapja dolgozunk már nagyon intenzíven a torokcsakrátokon. A torokcsakra egyenesen kapcsolódik a napfonathoz, szolár plexus, ami nagyon fontos abban az értelemben, hogy segítsen az embereknek a tudatos útjukon integrálni az erejüket, az isteni akaratukat és bölcsességüket, és ezáltal segítve a folyamatot, hogy képesek legyenek lépéseket tenni, döntéseket hozni a személyes igazságuk alapján. Mindezek most elhozták annak a lehetőségnek a manifesztálódását, hogy aktiválódjanak az új dimenziós csakrák, és hogy integrálják a színrendszerüket.
ahogyan a magasabb vibrációs csakrák behatolnak a sejtes szerkezetbe, megteremtik a fényt a testben. A testeitek újra fogják rendezni az atomikus felépítésüket, és ezek a változások a formában azt fogják eredményezni, hogy sokatoknak megváltozik a formája, más szóval a test alkattotok. Sokatoknak szüksége lesz arra, hogy fizikailag változzon. Lehet olyan, hogy mindenetekkel együtt egy új helyszínre költöztök. Földrajzilag oda lesztek téve, ahol a legjobban fogják támogatni az energiátokat. Az új csakrák, a vibrációk, amelyek az új színeken keresztül jönnek létre, eléggé erőteljesek, hogy behatoljanak a sűrűség molekulái között lévő kis terek minden zugába, és ezeket most megkapjátok. Ezek léteznek a fizikaiban és az éteriben. Nem korlátozódnak egy emberi lény fizikális energiáira. Minden létező energián belül megtalálható. Ahogyan elkezditek hasznosítani ezeket az új vibrációkat, és összehangoljátok a tudatos tudatosságotokat a színekkel és kristályokkal, minden eltérően kezd előtűnni a számotokra. Ez a vibrációtok emelkedésének eredményeképpen történik, és a tudatosságotok a felemelkedés létráján egy újabb fokot tesz meg. Minden alkalommal, amikor megmászol egy újabb fokot, még több információt integrálsz be. Ez az információ elősegíti a még több fény integrálásának az eljárását, amely megteremti a lehetőségeket számotokra, hogy még mélyebb bölcsességet szerezzetek. A hetedik dimenziós kristályos testetek és a hetedik dimenziós csakráitok aktiválását a torok csakrátokon keresztül fogjuk kezdeni. Ezt abból a célból kell megtenni, hogy támogassuk és megkönnyítsük az integráció aktiválását számotokra és az összes többi fénymunkásnak is, és azok, akik válaszolnak arra a folyamatra, hogy a lényük belül mélyen felkavarodjon, most megkaphatják. Ezért hunyd le a szemed most, hallgass majd a szavaimat, engedd meg a képzeletednek, hogy képeket hozzon létre, miközben én beszélek, és keresztül foglak vinni a személyes aktiválásodon. A torok csakrád egy ajtó a másik világba. Ez összes szó, összes vibrációjának minden lenyomatát tartalmazza. A szavakéit, amiket kiejtettetek. Ez a vibráció befolyásolja az energiát, ami keresztül rezeg a füleiden, és ahogyan integrálod az energiát, ami vibrál és behatol a füleidbe, az hatással van a tiszta hallásodra. Ezek a rezgések a torokban hatással vannak a szemeidre, és arra is, ahogyan látsz. Ez szintén kihatással van a tobozmirigyre, és arra is, hogy képes legyél hasznosítani a belső látásodat. Az orrodnál van egy csakra pont, ami közvetlenül kapcsolódik a nőies, vagy úgymond anya energiához. Az orrod hegye aktiválja az energia egy kristályos köpenyegét, amely a védelem egy köpenyeként cselekszik, mint a magzatburok egy anya méhének belsejében. A védelem ezen erőteljes szerkezete megtart téged, a belső gyermekedet és a serdülő énedet ezen belül a köpenyen belül, azért, hogy biztonságosan integrálhassd és elengedhessd azt, ami többé már nem szolgál téged. Minden alkalommal, amikor megérinted az orrod hegyét, aktiválod ezt az energiát. A gyerekek szeretik dörgölni az orrukat, tudják, hogy ez az energia egy emlékeztető az anya méhén belüli biztonságos térre, ahol a szellem fényében voltak tartva, függetlenül az anyjukkal való érzelmi tapasztalataiktól. A bejárat a másik világokba, a torokcsakrádon keresztül támogat téged a jövőbeli és a jelenlegi
párhuzamos és alternatív valóságaid akasa feljegyzéseibe való belépésbe. És ez megadja számodra a lehetőséget, hogy a verbális lenyomatokra sokkal tudatosabbá válj. Azokra, amiket jelenleg teremtesz a fizikális, érzelmi, mentális és az éterikus testeidben. Az új dimenzionális csakra a torkod számára a zafír csakra. Ez egy zafír vibráció, és a zafír drága kő segíti a bejövő energiát és a kimenő energiát. Sok ember még mindig öntudatlanul működik a torok csakráját illetően. A verbalizáció, a szavak sokszori ismételgetése, ha negatív természetű, akkor létrehoz egy romboló lefelé tartó spirált, amely továbbra is szabad utat enged a negatív vibrációknak, mint a verbális visszaéléseknek, bántalmazásoknak, és ezek továbbra is pusztító, teremtő erőket hoznak létre. Most azt kérdezhetitek, hogyan lehet egy kreatív, teremtő erő romboló, pusztító hatású, vagy hogyan lehet egy pusztító, romboló erőt kreatívnak, teremtő jellegűnek tekinteni. Ebben az esetben lásd ezt egy lehetőségként, hogy sokkal tudatosabbá válj arra, amit kiejtesz a szádon. És amiről beszélsz, és arra is, amit mások beszélnek körülötted. Mások romboló negatív verbális kommunikációja hozzá fog járulni, hogy felvilágosítsd őket arról, amit bevonzanak, és ezáltal megadva nekik a lehetőséget, hogy tudatosabbá váljanak arra, hogy a negatív energiájú verbális kommunikációjuk mivel jár, és ez megadja nekik a lehetőséget, hogy más módon kommunikáljanak. A gyerekeknek sokkal jobban szükségük van erre, mint valaha. A gyerekeknek meg kell érteniük a pozitív kommunikáció fontosságát. Létfontosságú, hogy az egész emberiség megértse a kimondott szó hatalmát és erejét, és azt, ahogy a hibás, hiányos kommunikáció félreértésekben nyilvánul meg, amely az energia összhangjának hiányában manifesztálódik. A hibás, hiányos kommunikáció félreértést idéz elő, ami mindenféle dilemmában végződik. Felelősek vagytok a közlésekért, amiket átadtok, ezért minden szavadat tökéletesen válaszd meg. A kommunikációhoz hozzátartozik minden, amit gondoltok és éreztek, miközben kommunikáltok. És akkor ez biztosítani fogja, hogy a közlés, amit átadtok, teljes legyen. Most képzelj el egy bejáratot a torok csakrádba feltöltődni egy pompás zafírfénnyel. A zafír energia vibrációja létrehozza az energia egy sugarát, ami az összes szóbeli kommunikációtokat átemeli a hetedik dimenzió portáljain, ami a mágia, csodák és a manifestáció energiájának részecskéit hordozza. A szavaidon keresztül manifestálsz, és megvan majd a képességed, hogy megválaszd, amit a zafírsugár felhasználásán keresztül manifestálsz. A zafír csakrád, ahogyan erre a hetedik dimenzióban hivatkoznak, 7 cm-rel előtted rezeg, összehangolódva a torok csakráddal, és 7 cm-rel mögötted igazodik a torok csakrádhoz. Ezen bejárat aktiválja a hétdimenziós átjárókat, hogy beléphess a felsőbb csakrákba, és keresztül mehess a hídon, vagyis a szívcsakrádon, belépve az alsóbb csakrákba. Érezd a zafír energiát, ahogy eltávolítja a sűrű energia összes ezen részecskéjét, ami negatív szóbeli kommunikációban, önkritikában és ítéletben nyilvánul meg. Képzeld el ezt a fényt, ahogyan megteremti a zafírkék csillagok egy fenséges galaxisát. Képzeld el a zafír energia vibrációt csodálatos geometriai alakzatokban és formákban,
mindenben, amely megerősíti a torok csakrád, tökéletesen összehangolódik a zafír csakrádban. Amikor a tudatosság és az energia 5. és 7. dimenzió szintjei egyesülnek, a zafír energia ennek mélyén tartózkodik, az 5. dimenzió középpontjából a gyöngyház energiát integrálják a zafírba, és ez ilyen fémessé válik. Lásd ezt összeolvadni ebbe a fémes színbe. Képzeld el ezt áthatolni az összes finom fizikai testeden, és most hagyd, hogy ezt tápláljon. Vidd a fókuszodat a szívcsakrádra. Érezd ezt a csakrát felkavarodni, válaszolva a figyelmedre. Ahogyan az emberiség megemeli a vibrációját, egyre több ember kerül tudatába annak a szükséges dolognak, hogy gyakorolja a feltétel nélküli szeretetet és átültesse annak folyamatába, hogy gyakorolja az önszeretetet. Aktiválva ezt az új dimenzionális csakrát és ennek színét, felerősíti annak szükségességét az emberiség számára, hogy gyakorolja az önszeretetet és a feltétel nélküli szeretetet. Ez megnöveli a vibrációkat, hogy az isteni szeretet sablonja integrálódjon, az isteni szeretet magasabb szintjei felé egy erős húzást kezdenek el érezni így a fénymunkások, ami a 6. dimenzión keresztül árad ki, és ez a folyékony szeretet dimenziója, amelyen keresztül az összes fény áthalad. A szívcsakrád megnyílik az összes energia örvényre, hogy integrálja a bizalmat és az isteni jogot, hogy szeress és szeretve legyél. Az új dimenzionális csakra aktiválásával összezúzzátok a sablonokat, amelyek megtartottak a tudatosságotok bármilyen szintjén, amely a feltételhez kötött szeretetben tartózkodott. A folyamat az, hogy szálakra bontsátok, kibogozzátok a sejtlenyomataitokat, és felszabadítsátok őket a múltbéli kondíciók emlékeiből, amelyet rátok rakottak az egyének által, akik azt hirdették, hogy szeretnek titeket, aztán szakítottak veletek, vagy keményen visszaértek ezen a szeretettel. Mindenki a földetek történelmében, akikkel kölcsönhatásba kerültetek, akik azt hirdették, hogy szeretnek, de feltételeket szabtak számotokra, most ezek alól felmentést kapnak egy elengedési folyamat megtapasztalását.
Nem kell többé a feltételhez kötött szeretethez kötve lennetek, vagy ezáltal korlátozva. Választhatod, hogy újra kapcsolódsz ehhez, de többi már nem köt meg, nem korlátoz le. Képzelj el mindenkit felszabadulni ebben a rácsban, aki beléd kapaszkodik, azáltal hozzákötve téged egy feltételhez kötött szeretethez, és engedd meg magad, hogy tovább lépj. Képzeld el az energiád bármely részét, amit mások magukhoz erősítettek, kötöttek, azokat, akik feltételhez kötött szeretetet raktak rád, képzeld el őket eleresztődni, miközben lehetővé teszik számodra, hogy tovább lépj. Vedd el őket. Vegyél egy mély lélegzetet, és ahogyan lélegzel a testedbe, a smaragd sugár aktiválódik a szívcsakrádban. Ez a smaragdzöld vibráció behúzódik az 5. dimenziós energia gyöngyházba, és felemeli ezt a 7. dimenzióba. Ennek az energiának a jelenlétében a rózsaszín turmalin energia elkezd összeolvadni a smaragd energiával, létrehozva egy 7. dimenziós kristály vibrációt. Ez a vibráció a szeretet egy rezgésében tartja a rózsaszín és a zöld energiákat. A smaragd csakrád ugye 7 cm előtte terjed ki, összehangolódva a szív csakráddal, és ugyanúgy a hátsó résznél is kiterjed 7 cm-re, és összeigazolódik a szív csakráddal. Most húzd be egy mély lélegzettel, megtartva a szívcsakrádban ezt az energiát. Ahogy kilélegzel, fújd ki egyszerre a szívcsakrádon, előre és hátra is. Ez kiterjeszti a smaragd csakrádat az összes finom testedbe, és dimenziókon keresztül felhúzza ezt, megtartva téged a 7. dimenzióban, tökéletes harmóniában, és összhangba vibrálva a zafír csakráddal, ami a torok csakránál aktiválódott. Finoman mozgasd most a figyelmedet a harmadik szemedre. Érezd a harmadik szemedet gyengéden válaszolni a figyelmedre, és ahogy a bolygótok keresztül ment a változásain, sokan fejeztetek ki egy vágyat arra, hogy megerősítsétek a pszichikai képességeteket, és fel akarták nyitni a harmadik szemüket, hasznosítva a belső látásukat, fejlesztve a tisztánlátó képességeiket. Egy dolog azonban feledésbe merült, és mégpedig az, hogy egy pszichikai képességekkel megáldott lénynek lenni nem egy elbűvölő, elkápráztató dolog. Ez egy olyan szerep, aminek aktiválása felelősséget hordoz magában. Az új dimenziós harmadik szem csakrát aktiválva még több energiát engedsz be, ezért felgyorsítod a harmadik szem képességének aktiválódását, és ez megerősíti az egyéni tisztánlátó képességedet, de ezzel együtt hozzáadva a felelősséget is. Ezeket az eszközöket nem lehet az elbűvölés, elkápráztatás, csillogtatás céljára használni, ez nem egy vásári mutatvány, nem szabad a másik akaratának legyőzésére, vagy szándékosan félrevezetésére használni, vagy tudatosan hamis látomásokat, képeket kivetíteni felé, amelyek negatív vibrációkat hordoznak, és a visszaélés céljából történik.
Ilyenképpen cselekedve ez kimeríti az energiamezőt, ami megtartja a spirituális energiát, ami szükséges lenne, hogy fejlessze a harmadik szem eszközeit, azért, hogy az ötödik dimenzióból a hetedik dimenzióba rezeghessenek az egyének. Tisztán látni olyan dolog, ami lehetővé teszi, és te ezáltal önmagadnak, hogy megtedd. A lelked megadja ennek áldását, ha készen állsz rá. Azáltal, hogy azt választod, hogy integrálod az új dimenziós harmadik szemcsakrádat és az energiájuk magasabb vibrációit, megkapod az értesítést a lelkedtől, hogy készen állsz erre, hogy ezt megtehesd. Ezért védj egy mély lélegzetet, kilélegezve gyengéden a szádon át, és kezdj el elképzelni egy pumpás tanzanit szint, ami manifesztálódik a harmadik szemed középpontjába. A tanzanit színe az indigó és ibolya sugár egy keveredése az adott szín rezgésétől függően. Mindnyájan a tanzanit rezgés egy különböző szintjét fogjátok bevonzani. Néhányan ibolya rezgést fogtok vonzani, másik pedig inkább indigó vibrációt fogtok a lelked színének sugarától függően. A tanzanit csakra színe egy nagyon mély indigókék tanzanit ékkő, ami segít. Most azt a gyöngyház energiát, amiről már beszéltünk, lélegezd fel az ötödik dimenzión keresztül a hetedik dimenzióba, ezt úgy képzeled el, ahogy neked jól esik, és lásd ezt, mint egy fenséges, csodálatosan fémes vibrálást, ami sziporkázik. Képzeld el, ahogyan a galaxisok megnyitják az energiájukat neked azáltal, hogy azt választod, hogy aktiválod ezt a csakrát, integrálod a fény magasabb rezgésének színsugarát. Miközben új látomások eljönnek hozzád, irányítani fogják azt, ahogyan kivitelezed azt, amit látsz. A látomások nem korlátozódnak jóslásra, és valójában nagyon kevés lesz az ilyen jellegű dolog. Amit látsz majd, az a bölcsesség, hatalom, a szereteten belül, amelyet az Anya-Atya Isten fénye teremtett meg, és az éteri szinteken keresztül nyilvánul meg, és az útját a földanya éterikus, majd a fizikai mezőibe vette. Látni fogod a fényt a szunnyadó fénymunkásokon belül is. Néha járműként lesztek használva, hogy felébresztétek őket. Lesznek időszakok, amikor a vezetőitek használni fogják a felerősített belső látásotokat. Ez azt jelenti, hogy rajtad keresztül fogják közölni az útmutatásokat, amelyeket át fogtok adni javaslatok formájában, de ez nem jóslás. Az ibolya láng arkangyali vibrációja, amit Saint Germain tart meg, megnövekedik a rezgésében a tobozmirigyetekben. Ez az ibolya vibráció úgy cselekszik, mint egy láng, ami feloldja az illúzió összes látomását. Ezért tudjátok, hogy ami a látásotokon keresztül jön, a belső látásotokon keresztül, az az igazság. Az igazság jön keresztül a belső látomásotokon. Bíznod kell, hogy meg tudod tenni ezt, és a fény által mindig támogatott tudsz lenni. A tanzanit csakrád elkezdi a rezgését a 7 cm-re a harmadik szemed előtt, és 7 cm-re mögötte. Ez az, ahol az energiák megváltoznak, azért, mert a vibráció bejön a fejed hátulján át, és százszorosan meg fog emelkedni, azért, mert a csakrákon keresztül a fejed hátulján az a hely,
ahol kifejleszted az igazi tisztánlátásod látomását. A fejed hátulján lévő csakrák a legfogékonyabbak a szellem energiájára, és ma aktiválunk 44 kisebb csakrát az agyatok nyúlt velőjének és nyakszintjének területén. Ez a fejed hátsó részénél a nyakad tarkójához vezet. 44 kisebb csakra csak akkor aktiválódik, amikor már kellően integráltad ezt a 7. dimenziós energiát. Mihály arkangyal dolgozik ezeken a különleges csakrákon keresztül kifejezetten. Elhoz nektek egy csodálatos ibolya energiát Saint-Germain-nel, és elhozza a fény zafír sugarát a torokcsakrátokon keresztül azért, mert ez lesz az, amelyet az igazsággal fogtok látni, kommunikálni. Egy pillanatra most csak képzeld el ezt a 44 kisebb csakrát, hogy aktívá válik, érezd ezt az energiát, biztosan megtart téged a 7. dimenziós kristálytestedben. Mihály arkangyal most megteremt egy platinából és titániumból készült pajzsot, amelyet energetikailag a fejed hátulja fölé helyez. Ez egy biztonságos bukósisakként viselkedik, hogy úgy mondjam. Az ok, amiért ezt teszi, azért van, mert minél magasabb a vibrációd, annál több figyelmet vonzó be, és bizony nem csak a fény oldalán lévőktől. Az alsó 4D-s világ úgy fog látni titeket, mint a tábortüzet egy sötét éjszakában. Mihály arkangyal kivitelezte ezt a pajzsvédelmet úgy, hogy az újonnan aktivált 44 kisebb csakrád semmilyen módon vagy formában nem lesz összezakvarva, akadályozva a fejlődésében bármi vagy bárki által. 44 órát fog igénybe venni 44 részletben egy-egy órában, hogy tökéletesen összehangolódjanak. Ehhez szükség van a gyakorlásra a tisztánlátás növeléséért. Legyetek annak tudatában, hogy a környezetetek is emelkedik. Rendkívül fontos, jobban, mint valaha, hogy a védelmi pajzsotokat napi szinten hozzátok létre. Ez egy nagyon érzékeny időszak lesz számotokra pszichésen. Ha nem véditek le magatokat rendesen, akkor nagyon is úgy találhatjátok magatokat, hogy más emberek negativitásaiba bevonódtok. Azért, mert a határaitok az energia testeitekben olyan világosak, tiszták, fényesek ezekben az időkben, be fogtok vonzani olyan embereket, akik sűrű vibrációs energiákkal élnek, szomorúak, őrültek, és akiknek szükségük volna a szeretetre. Nem kell elutasítanod őket, de tudatosan fényben kell tartanod önmagad. Ne add át nekik az energiádat. Legyél egy olyan eszköz, amelyen keresztül Isten átadja a szükséges energiát, információ, amire szükségük van. Soha nem akarták azt tőled, hogy add át másoknak az energiád. Mindig csak azt kérték, hogy legyél egy eszköz, amelyen keresztül az Anya-Atya Isten munkálkodni tud. Miközben a platina és titán pajzs megfelelően összehangolódik az energiameződdel, hozd a fókuszod a korona csakrádra. Néhányan talán egy kicsit szédelegve érezhetitek magatokat, csak lélegezzetek be. Ha émégést érzel, told le az energiádat lábadba és onnan a földbe. Kicsit lazítsunk, hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk a korona csakra aktiválását.
mérgezz addig mélyeket. Na, folytassuk. Miközben eddig a platina és a titán pajzs ugye összehangolódott, most akkor fókuszáljunk a koronacsakránkra, lássuk megnyílni, mint egy nagy szemet, ami felnéz az égatya szívébe. A koronacsakra a holdcsakra, és ennek új dimenziós rezgését a holdkövön keresztül tartják meg. Minden alkalommal, amikor a szellemmel kapcsolódsz, még több fényt húzol be ezen a csakrán keresztül. A koronacsakrád az, amely vezet téged a választásaid értelmében a spirituális utadat illetően. A hold szemed a belső istennőd szeme, és ő elhozza számodra a szeretet ezen csodálatos vibrációját. Abból a célból, hogy meggyógyítsa az összes létidő sebeit, ami annak a eredményeként tapasztaltál meg, hogy az anya, atya Istenre tekintő szemeidet be kellett hunynod, mert féltél a fájdalomtól és a szenvedéstől, ami abból származott, hogy szilárdan a személyes hitrendszered igazságában álltál, amit bekondicionáltak neked. A hold szemed deaktiválódása az igazi identitásod lezárulásához vezetett. Horus nagyúr segítségével meg fogod erősíteni a hold szemed látását és látomását. Ez a szem az égatyára pillant, de ez a saját istennőt szeme is. A harmadik szemed ugyanennyi fényt lát, látja az igazságot, és a két szem kombinációja az, ami kiterjeszti, megnöveli a belső látásodat. Ez, ami kiterjeszti és megerősíti a képességedet, hogy meglásd, ami a fizikai világon belül és azon túl van. Most képzeld el a holdkő vibrációt, a gyöngyház összes színével feltöltöttem vibrálva, egy brilliáns gyöngyházfényben a fény egy sziporkázó edényeként. Ezek a színek egy szivárvány készletet hozzák el számodra, amelyik egy a gyöngyházzal hasonló a holdcsakra 12 cm-rel a koronacsakrád fölött tárul ki, és ahogy az agyad részén az a 44 kisebb csakra egyre aktívabbá válik, a holdcsakrád is ki fog terjedni, méretében is, és be fog hatolni az energiatesteid mélyebb szintjére. Vegyél egy mély lélegzetet, most húzd le az energia egészét a gyökércsakrádig, és tartsd ott a fókuszod, amikor kilélegzel. És így tehát összekapcsoljuk a mennyet a földdel. Beléptek a gránát csakrába, ami hozzákapcsolt titeket a földanyához, amely megtartotta és hordozta a fizikai testedet sok cikluson és inkarnáción keresztül. Ez az, ahol összekapcsolod az identitásodat a földanyával. A lélek identitásodnak újra kell aktiválódnia egy még tudatosabb szinten, abból a célból, hogy elhozza a szoláris identitásodat a fizikai manifestációba. Aktiválva ezt az új dimenzionális csakrát, összekapcsolja az energiádat a monádoddal.
A monádod nem a felsőbb éned. Ő kapcsolódik a lélek energiádhoz, és minden egyes monád létre tud hozni 12 lelket, és ezen 12 lélek közül mindegyik létrehoz 12 aspektust, amely a felsőbb énetek, amely számos formán keresztül fejezi ki önmagát, és ez azt eredményezi, hogy olyan lények vagytok, aki 144.000 aspektusból áll, és minden egyes monád azonos mennyiségi aspektusból áll, amelyeket valamikor választ. Azáltal, hogy összekapcsolódsz a monádoddal, ezen új csakrán keresztül leföldeled ezt az identitást. És ez azt jelenti, hogy a gyökérrendszered keresztül fog menni egy megmetszésen, ahogy mondják, az alap, amelyre megteremtetted az életed, el fog mozdulni. Mivel ez nem elég erős, hogy megtartsa az új szerkezetet, amelyet létrehoztál, energetikai szerkezetre gondolunk, a gyökér, az alapcsakra, ahogy mondják, földanya lávájával vibrál, amely az életerő áramlását képviseli rajta keresztül. Amikor megnyitod az energiád, hogy megkapd a gyökércsakrád új energiájú csakrikus vibrációjának lenyomatát, létrehozod a gránát csakrádat. Amikor megnyitod az energiád, ez a vibráció elhozza neked a nagyon mély és tiszta piros vibrációt, ami hozzá kapcsolódva tart az Istennőhöz a Földön, ahhoz az energetikai minőséghez. Amikor a véred és az ő vére együtt áramlik, támogat téged, és te támogatod őt. Ez a gránátrezgés most megnyitja azt a próltát az állatkirályság számára is, hogy beléphessenek a felemelkedésük következő szakaszába. Előidézi az energia újabb szintjét, amely támogatni fogja az emberiséget ugyanilyen módon. Így az állati természetetek, a természetetek az összes dolgon belül elkezd egyesülni és felemelkedni kollektíven. Vegyél egy mély lélegzetet és lásd a szeretett gyöngyházfényű sugarait előjönni, az ötödik dimenzión keresztül belépve a hetedik dimenzióba, és egy pezsgő, erős jelenléttel előidézve a gránátsugár metálos fényét. Ezen új vibráció, csakrikus aktiválás még több életet idéz elő, hogy támogassa a bolygótokat. Ezen még több felelősséget hoz el, mint ahogy teszi ezt az energia minden új beáramlásánál. A felelősség felébreszti az anya természet szükségleteit, nem csak egy felületes szinten, de mélyen a lényén belül is, ahol az ember igazán érezhet a földanyáért, és vele is, ahol az energiátok rezonál. Ezért, ahogy gondoskodtok az igényeitekről, így automatikusan biztosítjátok számára, és ő hasonlóképpen tesz. A gránát csakrátok kiterjed három irányba, 12 cm-rel a gyökér csakrátok előtt, 12 cm-rel mögötte, és a két lábatok között terjed ki, most vegyetek egy mély lélegzetet, és ahogy kilélegeztek, toljátok az energiát a gránát csakrátokba. És képzeljétek el az energiát előtörni és egyesülni a földanyával. A gránát vibrációk a földanyától elkezdenek felkavarodni, mert az idő elérkezett, amikor az emberiség többi nem tudja a tudatlanságát mentségként használni a globális felmelegedésnél, az állatokkal, gyermekekkel és a nőkkel szembeni visszaéléseknél. Elérkezett az ideje, hogy minden ember elkezdjen felelősséget vállalni a saját tetteiért.
és ez bevonja az energiádat a szakrális, más néven a szex csakrádba, ahol az istenő befogadó képessége, fogékonysága tartózkodik. Ez az, ahol a fény vize áramlik, folyik. Amikor a víz nem tud folyni, ez stagnáltá válik, vagy befagy. Ezen új dimenzionális csakra aktiválása megolvasztja a jeget, áttöri a gátfalait és lehetővé teszi a víznek, hogy áramoljon. Ez az áramlás hatással lesz az emberiség tehetetlenségére, hogy rugalmassá váljon és növekedjen az árral. A szakrális energia ezen folyásának további blokkolása ahhoz vezetne, hogy az emberek kényelmetlenséget éreznek a saját szex csakrájukban, korlátozott kreatív teremtő inspirációt és tehetetlenséget arra nézve, hogy megoldást találjanak a problémáikra. Ha továbbra is ragaszkodnak az életvize folyásának a blokkolásához. A világotok túl sokáig volt a kontroll egy állapotában, és hogy az istenő kiemelkedik, hogy a kiegyensúlyozott Isten ereje mellé álljon, így az irányítást le kell rombolni, mert az együttműködés és az isteni vezetés energiája fog létrejönni. Az egyén nem másokért fog dolgozni, hanem az egyének fognak egymásért tenni. A hatalom hierarchiái, amelyek irányították, kontrollálták a bolygótokat, meg fognak változni, és a tudatosság új hierarchiája jön létre, hogy azok, akik magasabb természetűek, több tudással rendelkeznek, vezethessék azokat az útjukon, és irányítsák az energia szétosztását az összes mester mellett dolgozva, akik fejlődnek a fényben. A szex csakrád most már a nap csakrád. A citrén csodálatos mély aranyló jellege, amely meg fog tartani az egyenlő női és férfias, Isten-Istennő, kreatív teremtő erejének hatalmában. Mert a nap majd megolvasztja a jeget, és biztosítja az akadálytalan áramlást, és az Istennő fogékonysága, befogadó képessége fogja vezetni a lélek természetet, állati és emberi aspektusainak áramlását. Azért, hogy az összes magasabb vibráció azonos legyen, és kiterjessze önmagát fogékony és kreatív aspektusokon keresztül. Ezért az összes fénymunkás belekezd a fogantatás, várandóság és a születés 9 hónapos ciklusába. Mindegyik egy egyedülálló tapasztalat a személyes isteni tervetekkel és utatokkal kapcsolatban. Valami igazán csodásat fogtok létrehozni, Isten ilyen összehangolódva a magasabb tervetekkel. A magasabb tervetekben ezáltal, ami szolgálni fogja a fizikai utazásotokat azért, hogy úgy munkálkodhassatok, mint az Istennő isteni hírnöke, Anya Atya Isten közvetítője, megbízottja, nagykövete. A napcsakra az egyetlen, ami kiemelkedik belőled és rajtad kívülre terjed ki, mert ez az egyik, amivel már dolgoztunk egy pár évvel ezelőtt. Képzeld el ezt a fényt, hogy felmelegíti a fénytesteid minden szintjét. Fenséges citrin és aranyfény. Megtelik az Anya Istennő gyöngyházfényű energiájában és az 5. dimenzióból át a 7. dimenzióba. Ez a metálos rezgés mozog és tökéletesen összehangolódik. Az eddig aktivált hold csakrával, a tanzanit csakrával, a zafír csakrával, a smarag csakrával és a gránát csakrával. Vigy egy mély lélegzetet be, és ahogy kilélegzel, irányítsd a fókuszodat a szolárplexusodra, vagyis a napvonat csakrádra. Ennek vibrációja az egyik, amelyet az emberiségnek integrálnia kell a maga teljességében, annak érdekében, hogy a torok csakra is integrálódjon a maga teljességében.
Azért, mert a hierarchiákat ellenőrző hatalom lerombolásához a napfonat csakrát meg kell erősíteni, mert ezen a csakrán keresztül az Anya Atya Isten isteni akarata és erejének keresztül fog hatolni, hogy aztán szilárdan gyökeret eresszen. Az idő rajtatok áll, hogy teljesen megértsétek az isteni akarat és erő hasznosítását. Ahogy az emberiség hangja újra aktiválódik, tanúi lesztek a polgárok feljebb emelkedésének, hogy az irányító hatalom hierarchiáit kihívják, és felelősségre vonják, és követeljék, hogy a fény vezetősége integrálva legyen azért, hogy minden egymással összhangban tudjon munkálkodni. Itt a sárga fluorit fénye mutatja meg magát számotokra. Ez a rezgés előidézi a bölcsesség fényét, amelyet alkalmazni kell annak érdekében, hogy az isteni akaratot használhassátok, hogy a cselekvés mezejére lépjetek. Ennek az új dimenzionális csakrának az aktiválása az, ami aktiválja mindenkinek a bukását, aki azt választja, hogy irányítson, kontrolláljon, és az ellenőrzés és kényszer és az erő gyakorlását választja. Itt van az, hogy a feltételhez kötött szeretet, a félreértés és a hatalommal való visszaélés szétrobban a fényben és felfedik az illúziókat. Vegyél egy mély lélegzetet a napfonatodba, és érezd a sárga florit egy pompás sárga energiáját felébredni a gyöngyházfénytől, ami az ötödik dimenzióból érkezik, és lásd ezt egy csodaszép, tökéletesen összehangolódott az új többi dimenzionális csakrával, szintén előtted 7 cm-re és mögötted található. Képzeld el az energia minden sűrű részecskét, ami hozzákötött téged a hatalomtól való félelemhez, amivel visszaértek, vagy az erő, amivel teljettél vissza, az most feloldódik. És csak egy pillanatra érezd az Anya Atya Isten hatalmának fényét a napfonatod középpontjában, meghatalmasodva, felhatalmazva téged, hogy felvedd a jogos szerepet, mint a fény egy vezetője, irányítva az életedet és megmutatva az utat azoknak, akik most kezdenek el mocorogni a mély álmukból. Itt van most egy újabb kristály vibráció, ami egyesül a sárga florittal. Ezt úgy ismerik, mint Heliodor. Ez egy nagyon világos, a turmalinok családjának tagja. Lélegezd ezt a napfonatodba, és ez az energia összeolvad, egyé válik a sárga florit gyöngyház fényével, és üdvözöld a Helios csakrádat. Most töltsd el egy pillanatot, hogy érezd az összes új csakrának az energiáját az energiameződben. Fog telni egy kis időbe, hogy hozzászoksz a rezgésükhöz, csak figyeld meg a színeket. Tedd lehetővé számukra most,
finoman, gyengéden egyesüljenek, beszivárogjanak az energiamezőbe. Ez a 8 kristály egymás kísérői. Ezen kristályvibrációk egyesülnek az aura meződdel, és a védelem 7. dimenziós kristályos köpenyeddé válik, és ez az ametrin rezgés. Az ametrin a 7. dimenzióba emelkedett, és a változás időszakán át meg fog tartani. Meg fogja akadályozni, hogy visszaess a tudatosságod a 3. és 4. alacsonyabb dimenziós rezgésekbe. Még mindig hozzá fogsz férni az 5. dimenzióhoz, mert ez az azonnali manifestáció dimenziója, és egész idő alatt használni fogod. Az 5. dimenzióba utazol, amikor segítesz azoknak, akik a 4. és a 3. dimenziós alacsonyabb vibrációs tudatosságban tartózkodnak. Tehát le fogsz ereszkedni a szolgálatod munkája alatt. Az ametrin megnöveli a vibrációdat, hogy az energiát folytathassa a felemelkedését, hogy ezáltal találkozhassa fénymestereivel, mert többi már nem azt fogják, hogy ők lerezegnek hozzád erre az alacsonyabb sűrűségre a vibrációjukkal. Az idő elérkezett, hogy felemeld a rezgés szintedet. Ő hozzájuk. Most lásd az új dimenzionális csakrák mindegyikét. A színük az ametiszt és citrin egy ragyogó pajzsát tartják magukban, és megtöltődnek a gyöngyházfényű rezgéssel, ami így olyan fémessé, metálossá tette őket. Vigy egy mély lélegzetet, húzd be az energiádat vissza a fizikai testedbe, és ahogy ezt teszed, húzd az új csakrikus energiát magaddal. Erősítsd meg a gyógyulásod angyalának, hogy tudatosan azt választottad, hogy egyesülsz az új dimenzionális csakrákkal, a színükkel és a vibrációjukkal. Erősítsd meg, hogy tudatosan úgy döntesz, hogy az energiájuk rezgésén belül tartózkodsz, összehangoltan a vibrációjuk energiájával, minden alkalommal. A következő légzésnél terjeszt ki az új csakrádat és az ametrin köpenyed energiáját. Egy újabb mély lélegzetet beveszel, kiterjeszted a fényt, kiterjeszted még inkább, ahogyan kilélegzel. Kérd fel a mestervezetőidet, ha nem tudod a nevüket, csak hívd őket. Úgyhogy kérem a mestervezetőimet, jelenjenek meg, és határozd meg nekik a szándékod, hogy ezek az új dimenziós csakrák, színek és vibrációk és az ametrin köpenyen terjedjen ki, hogy beborítsa önmagad összes aspektusát, és vibráljon keresztül az alacsonyabb tudatosságon, amelyek jelenleg bármilyen párhuzamos és alternatív valóságban léteznek, hogy ezáltal felgyorsítsa a tudatosságuk felébredésének és felszívásának folyamatát. Kérd meg a mestervezetőidet, hogy folytassák ezt a folyamatot, amíg szükség van rá, addig, amíg az alacsonyabb tudatosságú énjeid összes aspektusa teljesen behúzásra kerül a 7. dimenziós én fényébe.
Adj köszönetet a mestervezetőidnek, hogy ezt az utasításodat követték, tiszteletben tartották. Köszönd meg a gyógyító angyalodnak, hogy megkönnyítette ezt az aktiválást. Húzd vissza a tudatosságodat a fizikai testedbe, lélegezz be mélyen, és teljesen ki. Szilárdan gyökeresztesd le magad a fizikai testedbe, ha szükséged van rá. Kérd meg a vezetőidet, hogy segítsenek ebben. És légy biztos abban, hogy az új dimenzionális csakraid elkísértek téged, és a hetedik dimenzión keresztül vibrálnak. Amikor kész vagy, nyújtsd ki a karodat, lábaidat, húzd hátra a vállaidat, mozgasd meg a nyakad, húzd fel a szemöldöket, ráncold a homlokod, majd lazítsd el az arcod, húzd fel ismét a szemöldöködet, ráncold újra a homlokod, majd lazíts. Ásíts, körözd a bokáddal, hajlítsd be a térdedet, előre-hátra, körözd a csuklóddal, hogy az energia megfelelően áramolhasson rajtad keresztül. Egy esetleg néhányatoknak előre és hátra, jobbra kell hajolnia. Tedd meg most, amit érzel, úgy mozgasd meg magad. És ez így van, szeretett egy. Továbbra is megtartunk benneteket ezekben az új vibrációkban. Segítünk a 44 kisebb hetedik dimenziós csakrának az integrálásában. Kérd Mihály Arkangyal jelenlétét, hogy hangolja össze a tudatosságodat a platina és a titánium pajzsal. Hangolódjon veled az ametrin pajzsoddal és az összes egyéb csakrikus vibrációddal. Határozd meg a szándékod, hogy az életen keresztül megtapasztalod a magasabb vibrációkat azért, hogy átadhassd a bölcsességed a magasabb vibrációkon keresztül, és a fény egy vezetője lehess azok számára, akiket megmozgat ez. Bízhattok a sok láthatatlan karban, ami megtart titeket, ami hordoz és megvigasztal titeket, a sok láthatatlan szív, ami imád titeket, és mindig emlékezhettek, hogy veletek vagyunk. Mindig, minden úton. Szeretteim, mindig minden jó lehet a világotokban. Kutumi vagyok. A szeretet és a bölcsesség aranysugarának csohánya. És üdvözöllek, és szeretetben megáldalak benneteket. Adonai.